2016-ban még ugyanúgy dolgoztak az emberek nagy pénteken, mint az év bármelyik másik munkanapján. Ez azonban akár már most tavasszal megváltozhat. Semjén Zsolt, Balogh Zoltán és Varga Mihály ősszel nyújtottak be törvényjavaslatot azzal kapcsolatban, hogy nyilvánítsák munkaszüneti nappá a nagypénteket. Az Európai Unióban átlagosan 11 munkaszüneti nap van egy évben, nálunk azonban csak 10, vagyis a nagypéntek szabaddá tételének ilyen szempontból nincs akadálya. Én azt gondolom, hogy az emberek többsége, munkavállalók többsége, túlnyomó többsége ezt várja, és örül ennek a dolognak, ugyanakkor azt is látjuk, hiszen az elmúlt héten részt vettem egy olyan érdekegyeztető fórumon, ahol ott voltak a munkaadók is, hogy nem mindegyik munkaadó támogatja ezt a kezdeményezést. Ennek ellenére a parlament elé kerül néhány héten belül ez a javaslat, és remélem, hogy a parlamenti vitában meg tudunk győzni mindenkit, hogy aztán nagy többséggel el tudjuk fogadni azt, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap legyen. Néhány napja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács is tárgyalta a nagypéntek kérdését. Ott számos érv és ellenérv is elhangzott az új munkaszüneti nappal kapcsolatban. Karákos szerint a többség szabaddá tenné a nagypénteket, még néhány munkaadói csoportot kell erről meggyőzni. Az EU átlag az 11 nap. A munkaszüneti napok tekintetében Magyarországon jelenleg 10 munkaszüneti nap van, tehát én azt gondolom, hogy a plusz egy nap az éppen az átlag fele viszi az országot, tehát ilyen szempontból ez egy erős javaslat és egy jól védhető javaslat, és természetesen munkaadói szervezetek részéről, illetve bizonyos munkaadói szervezetek részéről elhangzott az, hogy ez jelentős kiadást jelenthet a munkaadók számára. Én a munkavállalói oldalról, munkavállalói szemszögből viszont azt mondom, hogy nagyon sok plusz lehetőség jön a pihenéssel. A képviselő szerint a plusz pihenésen kívül gazdasági szempont is szól a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása mellett. Kara Ákos úgy véli, a turizmusra pozitív hatással lenne, ha nem kellene mindenkinek dolgoznia, hanem inkább kirándulással, utazással tölthetnék a családok a húsvét előtti nagypénteket.